Mai műsorunk tartalmából. Jól halad Bükön a Marx utca építése. Kell az internetes megjelenés a vendégek fogadásához. A Büki Sokszínfest eseményeiről. Halloween partit szerveztek Bükön. Büki döntős a szauna világbajnokságon. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Országos hírű a kőszegi Orsolya napi Naturpark ízei rendezvény. Ennek részeként utcai sajtótájékoztatót rendeztek az Irotkő Naturpark vezetői. Hetek óta gépek és munkások dolgoznak a Büki Marx utcában. Közel 150 milliós beruházással megújul az utca. A munkálatok első fele a finiséhez érkezett, tájékoztatott bennünket a város polgármestere. A Marx utcai átépítése az egy erre az évre tervezett beruházás, tehát 2014-re, ami várhatóan átúzódik 2015-re. Az alapötletet az adta, hogy van egy új turisztikai attrakciónk, a Napsugárpark, ahol az utat jó lenne megcsinálni a Marx utca folytatásaként. Levés közben jött meg az étvágy, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor az elég rossz állapotú beépített területi részét a Marx utcának is megépítjük, átépítjük. Ennek megfelelően két részre tagoltuk a projektünket. Az egyik a beépített területen a régi 50 éves vízvezetéket kiváltottuk, az eternit csövet, öntött vascsöveket kiváltottuk egységesen, tehát új vízvezetéket kapott. Ráadásul a víztoronyba bevezető szakaszát is kicseréltük, az 40 éves vezeték volt, tehát így nem csak a Marx utca lakóit szolgálja a beruházás, hanem a település egészét. És emellett földkábellel váltottuk ki a légkábelt, ez azt jelenti, hogy a villany, és emellett a gyenge áramú rendszerek, kábel, televízió, tehát kábel TV, aztán a telefon, illetve az internet szolgáltatás is a föld alatt fog menni. Ezután az úttest kap egy parkolósávot térkővel, térkőből lesz megcsinálva tulajdonképpen az összes kapubejáró is, tehát híd, és a útszegélye pedig bazaltból lesz, amit most már elkezdtük alkalmazni több helyütt, tehát tartósabb, remélhetőleg tartósabb rendszerek lesznek, tehát a Marx utca egy teljesen új pályaszerkezetet kap a belső részen. A külső részen ki sem volt építve, azt leválasztottuk ebből megvalósítás szempontjából a belső részről, tehát egyrészt ott azért nem kell földkábel a külterületi szakaszon, másrészt ott nyíltárok lesz a csapadékvíz elvezetésre, de kap mindenképpen világítást, illetve a kiszabályozás az nem volt eddig tisztázott, tehát jogilag nem ott volt az út, ahol a valóságban. Most ezt is megtettük, kiszabályoztuk, és hát megpróbáljuk a földhivatalon a szükséges intézkedéseket átvezetni, változásokat átvezetni, és ennek megfelelően azt jövőre 2015-ben tudjuk az Adi utcai csomóponttól folytatni a beruházást. A szerkezete az útnak remélhetőleg 2014-ben elkészül. Attól függően, hogy az időjárás mennyire tart ki, a záró réteg, tehát a kopó réteg, ami aszfalt lesz természetesen, annak a fölvitele kérdéses az időjárástól függ, az idejében vagy a jövőjében valósul-e meg. Ha nagyon rossz időjárás, a téli időjárás bejön, akkor az út járható lesz, de a végső kopó réteget az jövőre fogja megkapni. Úgy tűnik, hogy új közvilágítási lámpák is vannak, miért kellett cserélni? Azért kellett cserélni, mert egyrészt esztétikusabbak ezek a kandelláberek, másrészt pláne viharos időben, ahol légvezetékek vannak, ott nagyon sok a hibaforrás, nagyon sok az áramszünet. Összepattintja a vezetékeket a szél, és akkor kész a zárlat. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a beton oszlopok a település nagy részén ezek vannak még, ezek előregednek, tehát úgy érdemes hozzányúlni az utakhoz, hogy akkor komplettbe próbáljuk megcsinálni, tehát a csapadékvíz elvezetéssel, esetleges közműkiváltásokkal, kábelcserével és új szerkezettel, bízva abba, hogy nem csak toldozni-foldozni kell az utcákat, hanem tényleg meg tudjuk úgy csinálni, hogy a későbbiekben a karbantartása talán olcsóbb lesz. Most gondolok itt a bazalt szegélyre például, tehát az visszaépíthető egy útrekonstrukció során. A beton szegély az jól látható a főútnak azon a szakaszain, ahol még van, és sajnos ez még a legtöbb részen így van. Azok elporladnak, szétporladnak, és nem esztétikus, a tisztántartásuk is nehézkes, tehát többször kell söpörni. Tehát ennél fogva ezeket próbáljuk kiküszöbölni, illetve nyilvánvalóan a magyar átlaghoz képest Bükön jobb utcáknak kell lenni, ez nem kérdés, hiszen nem csak a lakók használják, természetesen elsősorban nekik készül, hanem az ide látogatók is, és nem mindegy, hogy milyen településkép fogadja őket. Mondta a polgármester úr, hogy a házakhoz bevezették föld alatt a
villanyvezetékeket, illetve a különböző kábeleket. Ez a lakosságnak milyen terhet jelentett? Hát a plusz szolgáltatás nem kért, a meglévőt kötötték be, akkor ez ingyenes, térítésmentesen történt. Tehát tulajdonképpen a belső bekötéseket, az udvaron, illetve a helyleállítást a kivitelező végezte. Ha befejeződik a Marx utca, akkor milyen utcák vannak esetleg még tervevéve, ahol hasonló változások történhetnek? A legközelebbi, ami útépítés lesz Bükön, ott a közbeszerzési eljárás úgy néz ki lezárult, és kiirdetjük a döntésünket a kivitelező személyről. Az a Dózsa utcának a folytatása lesz, ott az utcának az eleje az nem lesz átépítve, annak azért jobb alapja van, ugye betonra lett ott korábban ráaszfaltozva, tehát azon az nem reped meg az út, úgy néz ki mostanában, hanem ott a folytatását építjük meg egészen az épülő hulladékudvarig. A Vog utcával történik-e valami a közeljövőben? Történik, ugye volt kétféle tervünk volt rá, volt egy keskenyebb verzióra és egy szélesebbre. A tervezői költségbeesléseket kértünk be, úgy néz ki, hogy jelentős tétel lesz, de azzal is foglalkozunk, de az egyelőre a legközelebbi útépítésünk az a Marx utca után a Dózsa lesz. Bükvárosa a kereskedelmi szálláshelyeket, azaz a szállodákat és a panziókat tekintve az ország negyedik legkeresettebb települése. A magánszállásadóknál a vendégek Bükre csábítása egyre nagyobb kihívás. A pici emelkedést mutató növekedés az idegenforgalom területén nem egyenletesen oszlik meg. Míg a szállodákban enyhe növekedést tapasztalhatunk, a magánszállásadóknál a vendégészakák csökkenése történt. A szakemberek az internetes szállás kínálatot javasolják a kis szállásadóknál is. Ma már a vendégek kétharmada interneten keresztül rendeli meg a szállását. Galamb Borsolya, a Büki Szobakiadók Szövetségének alelnöke, az önkormányzati szakbizottság tagja is ezt tapasztalja. Hát ezt én is meg tudom erősíteni, mert a vendégeknek a nagyon nagy százaléka, talán még több is, mint a kétharmada bizony az interneten foglal. Vagy ha nem az interneten foglal, akkor esetleg a telefon még ugye, ami jön, de az is úgy jön nagyon sok esetben, hogy valahol az interneten megtalált egy weboldalt, megtalálta az ott lévő telefonszámokat, és akkor érdeklődnek telefonon, mert úgy gondolják, hogy az még gyorsabb, de mindenképpen szeretik látni azt, amit lefoglalnak. Ez a riport azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik még annyira nem tájékozottak ebben a dologban. Mit kell tartalmaznia mondjuk egy honlapnak? Mitől jó? Mindenképpen tartalmaznia kell a háznak, a vendégfogadó helynek a leírását. Legjobb az, hogyha nagyon sok képpel együtt megtüzdelve vele, mivel hogy a képek önmagukért beszélnek, és azt a vendégek nagyon szeretik, hogyha képeket látnak a lefoglalandó szálláshelyről. Tartalmaznia kell az árakat, amik megint nagyon-nagyon fontosak, mert a vendégek, amit ott látnak, azt majd nagyjából szentírásnak veszik, ezért nagyon precízen és pontosan kell ezeket mindig vezetni. Tartalmaznia kell esetlegesen csomagajánlatokat, hogyha vannak, vagy különböző lehetőségeket, hogy a szállásszolgáltatás mellett még mik azok, amiket a vendégek itt a környékben igénybe vehetnek, mi az, ami esetleg a szálláson magában igénybe vehető szolgáltatás pluszban, ezeket mindenképpen. Mennyire jellemző a büki magánszállásadóknál, hogy van önálló honlapjuk? Hát sajnos még elég kicsi az arány. Tehát ahogy mi is nézzük a tagjainkat, a Szobakiadók Szövetségének a tagjait, sajnos nagyon kevésnek van önálló honlapja. És ez is oka annak, én úgy gondolom, hogy többen panaszkodnak, hogy egyre kevesebb a vendég náluk, de ameddig ezt nem lépik meg az emberek, addig nem is lehet arra számítani, hogy ez növekedne. Mivel hogy a mai világban elengedhetetlen egy honlap egy háznál, mert több esetben fordult elő nálam is, hogy már nem tudtam a szállást adni az érdeklődőknek, megpróbáltam itt a szomszéd házakba elküldeni a vendégeket, és mindenhol azt kaptam, hogy van-e honlap, hadd nézzük meg, és hogyha meg tudtuk nézni, hogy milyen, akkor majd szívesen foglalunk ott is. Na most, hogyha nincs egy háznak honlapja, akkor ezt ugye nem tudják megtenni. A szállás közvetítő cégek nem váltják ki ezt a honlap problémát? Hát nem teljes mértékben. Nem teljes mértékben, mert az az igazság, hogy ezek a szállás közvetítő cégek maximum egy-két fényképet tesznek föl. Jó, mondjuk van, amelyikről most már vannak olyanok, ahol most már 5-10 is van, de olyan mennyiségű szállást gyűjtenek össze, én úgy gondolom, hogy ott el lehet tévedni.
egy-egy ilyen oldalon, és még mindig ott is azt keresik a vendégeink, hogyha rámennek egy ilyen oldalra, hogy ott van-e átlinkelhetőség, lehetőség arra, hogy a saját honlapjára átmenjenek a tulajdonosnak, vagy hát a háznak. Önnek vagy önöknek van önálló honlapjuk? Igen, van önálló honlapunk, hát már hosszú évek óta a ház saját honlappal rendelkezik, és ez látom is, hogy ez nagyon tetszik a vendégeinknek, és használják is. Esetleg mit tudna tanácsolni azoknak, akiknek még nincs honlapjuk, de szeretnének a vendégforgalomba előbbre lépni? Hát mindenképpen egy saját kis honlapot, amire most már nagyon sok lehetőség van. Ha jól tudom, akkor itt Bükön is most is egy cég jelentkezett, akik ebben tudnának is segíteni. Most már vannak egyszerűbb megoldások is, mint annak idején, amikor például mi készítettük a saját honlapunkat, akkor még ez egy sokkal drágább, egy kevésbé költséghatékony megoldás volt, árban is, éves szinten is magasabb a tarifával, de most már nagyon sok lehetőség van, és ez a cég is azt kínálja, ha jól tudom, hogy kedvező áron egy dinamikus honlapot tudnak a szállásszolgáltatók létrehozni, akár saját maguk is, de ehhez kapnak segítséget, és pillanatok alatt létrehozhatják, és az interneten utána megjelennek vele, és bármilyen országból, bármilyen földrészről úgymond megtalálhatók innentől kezdve fent az interneten a szállások. Október 24-én és 25-én került sor a 6. Sokszínfesztre, melynek a Büki Művelődési Központ adott helyet. Beszámolónk első részét a múlt héten már láthatták, ma bemutatjuk a színjátszó fesztivál többi szereplőjét. A Zsirai Táncszínház a szociális otthon néhány dolgozóiból és lakóiból alakult csoport. A pillangók életét táncolták el. Honnan érkeztek és mit hoztak a mai alkalomra? A fogyatékosaton Zsirai Intézetből érkeztünk. Pillangó hatásnak a előadását láthatták, és én a pillangó hatásnak a főszereplője voltam. Ki készítette a koreográfiát? A koreográfiát Jakab Szabina készítette, aki régóta akkor még nem Komisz és Deszka társulat volt, hanem csak Komisz, mint Komédiás Integrált Színház, és ő egy tőzsgyökeres tagja, és ő volt az, akit felkért Holosi Péter igazgató úr, hogy a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület minden évben megrendezett fesztiváljára egy új produkciót elkészítsen egy teljesen új légkörben. Ezáltal jött létre a Zsirai Táncszínház, ahol Szabina jó voltából létrehozhattuk ezt a produkciót. Hányan vannak a produkcióban? A produkcióban összesen 9 szereplünk, mindemellett 4 vagy 5 személy, aki a technikai stábot alkotja és a háttérben közreműködik. Nehéz volt megtanulni? Hogy mondja magának, hogy igaziból én, nekem nem volt olyan nehéz, mert igaziból én más tánccal is foglalkozok, és ő megvan hozzá az ütem, és én nagyon hamar megtanította Jakab Szabina nekem ezt a táncot, és így összejött az egész. Szereplőket hogy válogatták, akinek kedve volt? Kedv, illetve egyéb motivációs tényezők alapján válogatta ki őket Szabina, illetve azért mi is közreműködtünk ebben, mint hogy ott dolgozunk, hogy kinek van megfelelő ritmusérzéke, illetve affinitása az egészhez. Mindemellett szerepel a darabunkban olyan lakó, akinek kevésbé jó a ritmus érzéke, viszont akkor a lendülettel és szeretettel tudja ezt az egészet csinálni, hogy nem volt kérdés, hogy beválogatjuk. És mióta van együtt a csapat? Hát a csapat nagyjából fél éve boronálódott össze, mert akkor álltunk neki ennek a produkciónak, mert Szabina már akkor is egy nagy volumenű előadást akart létrehozni ebből az egészből, és ő tudta, hogy nem elég, hogyha betanuljuk a koreográfiát, ennek kell a lelki vonzatát is érteni. Úgyhogy a fél év alatt volt egy-két olyan táncóránk, ahol a pillangókról tanultunk, hogy milyen is az ő életük, és itt tudunk megérteni minden mozdulatot, amelyet a színpadon létrehozunk. Az estet a Nicki Fergeteg néptánc együttes zárta. Honnan érkeztek, és mit hoztak a mai alkalommal? Nickről érkeztünk. Mit hoztunk ugye mai napra?
Hát a szeretetet, barátságot elsősorban, hiszen egy olyan csapat előtt lépünk fel, akik, ahogy elmondta a Robi, hogy mi bármikor jövünk, amikor szükség van ránk, és ez viszont is el, ez így működik. Tehát mi is jövünk, ők is jönnek. Egyébként meg táncolunk, néptáncot táncolunk. Hát a mai napon azt mondom, hajdúsági lesz, hajdúsági koreográfiák lesznek, és kalocsai. Röviden. Hogy esett a választás ezekre a táncokra? Hát ezeknek hosszú története van, mert voltunk annak idején a hajdúság, tehát az Alföldön. Ott tetszett meg a hortobágyi táncok közül ez a hajdúsági tánc. A kalocsai az pedig egy régi emlék, amit újra feleletítettünk, és nagyon szép ruhák is párosulnak ezeknek a produkciókhoz, és valahogy így jöttek össze ezek a koreográfiák. Voltak már itt a Sokszín Fesztem? Igen, voltunk, ez már a harmadik alkalom, ahol sikeresen részt veszünk. Nagyon szívesen jövünk, mert mindig úgy érezzük, hogy a Robiékhoz hazajövünk, hozzátok hazajövünk, jó a hangulat, és nekünk ez nagyon fontos. És a csapat mióta működik? A Néptánc Egyesületnek nagyon régi hagyományai vannak. 1974 óta működik Nicken néptáncsoport. Akkor még Répce néptáncsoport néven táncoltak. És a jelenlegi formában 2003 óta vagyunk Fergetek Közhasznú Néptánc Egyesület, bejegyzett egyesület, és azóta működik folyamatosan aktívan. Hányan vannak? Jelenleg 36-an vagyunk. Az egész estéről készült felvételeket egy külön műsorban fogjuk levetíteni. Boszorkányok, vámpírok és zombik lepték el október utolsó napján a Büki Művelődési Központ színház termét. Ne gondoljanak semmi rosszra, Halloween partit tartottak, ahol gyerekek és szüleik egyaránt beöltöztek. Társaimmal elfoglaltuk a színháztermet. Van itt zombi, vámpír, szörnyecskék és boszik. Miért is vagyunk itt? Hogy egy fergeteges Halloween partiban vehessünk részt Viki nénivel, a gyerekekkel és persze a szüleikkel. Lesz boszorkányégetés, klubest, filmvetítés. A partiban részt vesz még a Büki West Side tánccsoport és a Mosoly csoport Csepregről. Tartsanak velünk! A partit a Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Közhasznú Egyesület szervezte a Büki Művelődési Ház dolgozóinak segítségével. Már több alkalommal rendeztek ilyen partit. Büki néni szervezett a gyerekeknek, legkisebbeknek boszi bulit, ahol varázsléfőzéssel, boszorkányseprőröptetéssel, boszorgányérgetéssel készült. Az Ifjúsági Egyesület filmvetítéssel készült, illetve az idősebbeknek egyfajta klubestel zárjuk az estét. A sorrubába, fekete ruhába, seprűjére lomagolok el a banyabálba! Miután Boszi Viki néni bevezette a gyerekeket a boszilakba, elhelyezkedtek és megnézték a színpadi műsort. Elsőként a Büki West Side tánccsoport mutatta meg műsorát. Majd a Mosoly csoport táncolt a gyerekeknek. Ezután kezdetét vette a játék. Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek az eseményekben.
Hát ma este azt szerettük volna elérni, hogy mindenkiből kisboszorkány, zombi, csontváz és egyéb rémisztő dolog legyen, de azért ne annyira rémisztő, hogy mindenki megijedjen tőle, és a célunk az volt, hogy mindenki együtt játszon, kicsik és nagyok, és mindenki jól érezze magát. Mi a tapasztalat, a gyerekek hamar feloldódnak? A gyerekekkel általában nincs gond, bár minden gyerek más és más és más. Inkább a szülők azok, akiket nehezebb bevonni, de azért az a tapasztalatom, hogy mindenki nagyon szeret játszani, csak kell egy kis idő, hogy mindenkiből előről jöjjön a gyerek. Van olyan játék, amit a gyerekek nagyon szeretnek? Hát, amikor a kislabdákat dobáljuk át az egyik oldalról a másikra, vagy amikor a saját szüleikkel játszhatnak. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a szülő a legfontosabb minta, és amikor látják, hogy ők játszanak, és együtt olyan boldog perceket élnek át, és nekem ezért dolgozom, tehát, hogy ez a legfontosabb számomra. Miután mindenki kijátszotta magát, az előtérben sütit, zsíros kenyeret és üdítőt fogyaszthattunk. Majd kimentünk a művelődési központtal szembeni füves területre, és a tüzet körbeállva megnéztük a boszorkány égetést. A következő programok már a kicsit nagyobb korosztálynak szóltak. A klubest keretében dárcoztak, majd filmet néztek a fiatalok. A Sauna Világbajnokság döntőjébe jutott Tompek Attila, a Büki fürdőszauna mestere. Látványos, James Bondot megszemélyesítő produkciójával izzasztotta meg az érdeklődőket. Október elején Debrecenben volt a Sauna VM magyar kvalifikációja. Ilyen előselejtező versenyeket szerveztek a Sauna VM mind a 18 európai tagországában. A hazai versenyről a két legjobb magyar jutott ki, az október 24-e és 26-a közötti ausztriai Gasteini fináléra. Tompek Attila, a Büki gyógyfürdő szauna mestere, tavaly egy cowboyos műsorral készült, idén James Bondnak öltözött. Az én viszont nagyon egyszerű volt, James Bond voltam, úgyhogy az egész felépítésébe a szokásos bejövetel volt. Fegyver, rajta a lézer, célzó, és bemutatkoztam, my name is Bond, James Bond. Körbenéztem, ez megadta az alaphangulatot. Volt egy pici rettenet, hogy vajon most mi történik. Sauna kájhoz lépve egy hatalmas jéggömböt vettem fel, amiben természetesen rózsaillat volt, lehelyeztem a kőre, majd elkezdtem mozgatni a levegőt, és hát a program elején természetesen egy James Bondos fordulattal egy hölgyhöz léptem, majd a zakomból egy rózsát vettem elő, átnyújtottam hölgynek, és egy nagyon pici kis flört jelenet bontakozott ki. Pezsgős poharak kerültek elő, nem engedtem elfogyasztani a hölgynek a pezsgőt, természetesen a kövekre kerültek az illatok, és innét indult maga a program. A második részben a programomnak egy akciójelenet bontakozott ki, egy két hatalmas zászlóval mozgattam a levegőt, melyre feliratozva került a 007 természetesen, és a program harmadik részében pedig egy robbanás után elsötétült maga a szaunakabin, és egy ledégő sorral látványelemeket mutattam be. Mielőtt kiengedtem a vendégeket, ismét fény bocsátkozott a kabinba, és amit találtam ott a környéken, vizet, jeget, az mind a kazánon végezte, és azt elmozgattam, azt a levegőt. Magyarországon még gyerekcipőben jár a szaunázás, kevés az igazi fürdőruha nélküli szaunavilág, emellett hiányoznak a nagy szaunakabinok is. A versenyen például egy 60 fős helyen kellett bemutatni a produkciót. Hogy egyre komolyabb ventilációt mutatnak be a szaunamesterek, gondolok itt arra, hogy nem csak a húzás és a lecsapás van már terítéken, hanem minden irányból mozgatják a törölközőt, illetve minden olyan eszközt bevisznek a szaunakabinba, amivel lehet a levegőt terelni. Úgyhogy ventiláció mindenképpen egyre keményebb, egyre nagyobb kihívást von fizikálisan is a szaunamesterek elé. Másrészt az illóolajak, az illatok azok egyre jobban kevertek, egyre jobban elmegy a parfüméria felé, tehát egy egész iparág fog erre előbb-utóbb biztos vagyok, hogy rátelepedni, ráülni. A döntés és eredményhirdetés nem egyszerű. Ez egy elég szubjektív műfaj, de kitaláltak egy rendszert, amit folyamatosan csiszolnak. Ki hogy érzi magát a szaunába, ki miért megy be szaunázni. Valaki igazándiból csak egy kicsit szeretne magába mélyedni, kicsit szeretne relaxálni, kikapcsolódni,
Viszont van egy másik csoport, aki szeretne nagyon megizzadni, teljesen más miatt, teljesen más hőmérséklet mennyiségért lép be a szaunába. Na most akkor jó kérdés, hogy ki hogy érezte magát a felöntés alatt. Ennek megfelelően a bajnokság alatt a következő pontozást választották a szervezők. 60%-áról a pontoknak a bent lévő vendégsereg dönt, a 40%-áról viszont a szakmai zsűri hoz döntést. A szempontok a vendégeknek három részre lehet különíteni. Milyen volt a hangulat benne a szaunakabinban, milyen ventilációs technikákat alkalmazott a szaunamester, illetve összhangjába, harmóniájába hogyan zajlott ez az egész szaunaprogram. A szakmai zsűri ennél sokkal keményebb, kemény pontokat von le mindazért, amely nem egyeztető esetleg az egészséggel, esetleg a harmóniával. Gondolok itt arra, hogy nem volt teljesen gördülékeny a kivitelezése a szaunaprogramnak, ne talántá szaunazászló a szaunatörölközővel megérintette a vendéget a szaunamester, valamelyik eszköz leesett a földre, egyéb ilyen pontok, az mind mínuszba megy át. 35 szaunamester jutott be az ausztriai fináléba. Az első nap után 15-en jutottak tovább a végső, vasárnapi megmérettetésre, köztük Attila is. Itt újra bemutatták a műsoraikat a szaunamesterek, ezt követően alakult ki a végső sorrend, ahol Tompek Attila már nem tudott javítani helyezésén, de így is az előkelő 15. helyet szerezte meg a szauna világbajnokságon. A hétköznapi szaunázás eltér a versenyeken bemutatott show jellegű műsoroktól, de az ilyen versenyek célja az egészséges életmód és természetesen a szaunázás népszerűsítése. A versenyeket azért elkülöníteni magát a hétköznapi szaunázástól, hiszen a hétköznapi szaunázás során a finnszaunában 15 percet szoktunk javasolni, hogy annyit töltsünk el maximum. A versenyek 10 percre korlátozzák ezt a lehetőséget. Ha valaki kezdő szaunázó, úgy, mint a hétköznapi szaunázás során, azt javaslom, hogy alulra helyezkedjen a szaunába, ha netán tehát többet szaunázott középre, valaki nagy behatásra vágyik, üljön fel a versenyszánszok során is, ha valaki szeretne ugyan részt venni a szauna programba, de fél, hogy netalántá túl erős lesz ez a hatás, ami éri, foglaljon alul helyet, az egy 20-30 fokkal alacsonyabb hőmérséklet, mint hogyha fönn helyezkedne el. Szaunamesterként folyamatosan versenylázba tudunk égni. Valójában a hétköznapi felöntéseknél is, itt a Büki gyógyfürdőnél találkozhatnak ezekkel a típusú felöntésekkel. Természetesen nem minden nap, hiszen akkor hamar megunnák a kedves vendégek, de ezeket az elemeket, illetve amiket külföldön tanultunk, azt természetesen itt is tudjuk kamatoztatni. Versenyekre visszatérve, ez nem kis összeget jelent természetesen a versenyeztetés, hiszen bárhol Európába menni, utazás, szállás, illetve maga a verseny az nem kis összeg. Most állunk a céggel ezzel kapcsolatban egyeztetésbe, és hát nagyon remélem, hogy úgy, mint eddig, valamelyest támogatásra kerülnek ezek a dolgok, és akkor továbbra is tudom képviselni mind a Büki gyógyfürdőt, mind az országot a külföldi versenyeken, nemzetközi versenyeken.